Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy először is elnézést kérjek, hogy nem Bíró László püspök atya van itt, Bíró Laci püspök atya mindenkinek sok szeretettel küldi az üdvözletét. Nagyon-nagyon szívesen jött volna, de sajnos lába annyira fáj, hogy nem tud eljönni. Szíve, csücske, ugye, Szekszárd, mindent megtesz Szekszárdért, és hát mi is éppen papokkal, polgármester úrral beszélgettünk arról, hogy igenis most nagyon kell imádkozni érte. Hát hogyha ő ide nem tud eljönni, akkor valóban nagyon nagy a baj. Imádkozzunk az ő egészségéért, azért, hogy el tudja fogadni az állapotát. Ő bizonyára felajánlotta volna, hogy az összes halottakért ezt a szentmisét úgy, ahogy én teszem, de kiváltképpen Szekszárdon vagyunk, a szekszárdi elhunytakért. Mindazokért, akik az életünket megjobbították, megszépítették. Az életünkben sokszor vannak olyan emberek, akik megmutatják azt, hogy jó élni. Boldogok lehetünk. Ezekről az emberekért néha elfelejtünk imádkozni, akár volt tanítóinkért, paptestvérekért, de akár egy boltban egy mosolyért, amely földobta a napunkat is, az az eladó, lehet, hogy már nincs közöttük, lehet, hogy a purgatóriumban van, akkor ilyenkor mi imádkozunk érte, ő értük is, nem csak az ismert szerettekért, az ismeretlen jótevőkért. Nagyon szeretem minden szentek napján, halottak napján elmondani ezt a mondatot, felelősségünk van az elhunytak lelke iránt. Sokszor elmondom, mert azt gondolom, hogy minden embernek fontos lenne ezt a felelősséget éreznie. Nagyon fontos a sírok szépététele, nagyon szép a temető, de semmit nem ér, ha nem mondtunk el egy miatyánkot, egy üdvözlégyet, mert hiszünk abban, hogy minden imádság, minden szentmise, ez a mostani szentmisei, és segít az elhunytaknak. Mi hiszünk az ima erejében, hiszünk az ő életükben. A test az enyészeté lett, de a lelke tovább él, a lélek él. És hiszük azt is, hogy az ember test és lélek, hogy kapunk majd egy testet, ez nem reinkarnáció. A feltámadáskor testben fogunk feltámadni. Ez egy ajándék, a hitünk egy ajándék. És a legszebb a hitünkben, az egyik legszebb dolog, annyi csodálatos dolog van benne, pontosan ez a feltámadás reménye. És ezzel a hittel szeretnék imádkozni elhuntjainkért. A könnyek, a szív fájdalma belefér. Lehet sírni, lehet könnyezni, de ott kell lenni a reménynek. A szívünkben, és nem a legmélyén, hanem igenis úgy kell imádkozni, hogy hisszük a test feltámadását. Ezzel a hittel, ezzel a reménnyel imádkozunk elhunyt szeretteinkért, jótevőinkért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Egy kicsit nézzük meg azt is a lelkiismeret vizsgálatban, hogy azért évközben is megemlékezem a szeretteimről. Évközben is imádkozom, értük. Kérem a Jóisten szeretetét rájuk.
gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mennyei Atyánk, hallgass meg jóságosan imádságunkat, amikor húsvéti hittel valljuk, hogy Szent Fiad a halálból életre támadt. Kérünk, erősíts bennünk azt a reménységet, hogy elhunyt híveidnek is megadod a boldog feltámadást. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön. Olvasmány a Makkabeusok második könyvéből. A harcok befejezettével Makkabeus Júdás, a választott nép bátor vezére gyűjtést rendezett, és 12 000 ezüst drakmát küldött Jeruzsálembe, hogy engesztelő áldozatot mutassanak be a megholtakért. Jól és hívő lélekkel gondolkodott a feltámadásról. Ha ugyanis nem hitte volna, hogy azok, akik elestek a harcban, egykor feltámadnak, fölöslegesnek és hiába valónak tartotta volna, hogy a halottakért imádkozzék. Ő azonban fontolóra vette, milyen nagy jutalom vár azokra, akik vallásos lelkülettel pihentek el a halálban. Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked is!
Jézus egyszer így beszélt a sokasághoz. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Mit a támadt erre a zsidók között? Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő bennem. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igény. Áldjon téged, Krisztus! Krisztusban, testvéreim! Pirodaci püspök atya a temetőre üzent egy pár dolgot, amit leírtam, és akkor ott el is mondtam. És az egyik legfontosabb mondata most az volt számomra, amit talán többször is hangsúlyozott már, hogy akik elvesztik igazából az Istent, a legfőbb értéket, azok, ő így mondta, elvesztik a családjukat, elvesztik a hazájukat. És hát elvesztik az igazi reményüket. Tudom, többen mondták, hogy ne nagyon beszéljek én a halálról, mert túlságosan könnyedén tudok beszélni róla, de ami örömömet el kell mondanom vele kapcsolatban, vagy úgy mondom, hogy megnyugvásomat az egyház hitében, amelyet temetéseken nagyon-nagyon sokszor elmondok, mert azt gondolom, hogy nem az a lényeg egy temetésen is, hogy az elhunytból szentet avassunk. Az a Jóisten dolga lesz majd, amikor megbocsájtotta az összes bűnét, kiemelte a tisztító tűzből, és beteszi a mennyországba, akkor szenté avatta. Nekünk az a dolgunk, hogy bevalljuk azt, hogy bűnösek vagyunk. Az életünkben. Pápának olvastam a homiliáit, és az egyiknek az a címe, amelyen nagyon megdöbbentett, és nagyon jó volt ezt olvasni, hiszen sokszor mondják nekünk, önöknek, nektek, persze templomba jár, és mégis hogy él, milyen a viselkedése. Pápa azt mondja, aki nem érzi magát bűnösnek, az ne menjen templomba. Hihetetlen mély és gyönyörű gondolat. Aki nem érzi magát bűnösnek, az nem menjen templomba. Nekünk van rá szükségünk, hogy ide jöjjünk. Mert itt Jóisten megbocsát nekünk, Jóisten átölel bennünket, Jóisten erőt ad, reményt ad. Tanít bennünket. Az imádság háza, a templom. És itt az a reménység számunkra a feltámadás reménye. Három dolgot szoktam nagyon sokszor elmondani temetéseken, hogy ami bennünket vigasztal, mert van hitünk. Testvéreim, ezért olyan boldognak kell lennünk, hogy mi boldogoknak, mert akkora öröm az, hogy mi hiszünk a feltámadásban. Hiszünk abban, hogy van mennyország, hogy ezt az ajándékot kibontottuk, és megláttuk benne azt, hogy van remény. Nem a halálé az utolsó szó. És bennünket ez kell, hogy a fájdalmak, könnyek mellett mindig-mindig vigasztaljon. Az egyik, ami nekem nagyon fontos, hogy tudunk jót tenni
most is elhunyt szeretteinkért. Aki nem hisz, azt mondja, hogy vége ennyi volt, mit tudok már csinálni? Semmit. Már nem tudok gyógyszert venni, nem tudom megtörölni a homlokát, nem tudok mellette vírasztani, vége ennyi volt, és sötétség beborul, és nincs remény. Mit tudok már, te meghalt, mit tudok tenni érte? És mi azt mondjuk, hogy hát nagyon sokat, rengeteget tudunk az ő életén segíteni. Ki tudjuk vezetni őt az imádságainkkal, a fájdalmait oldhatjuk az áldozatainkkal. És ez mennyire jó érzés, hogy nem szűnik meg a kapcsolat. Valahol nem tudom, mennyire érzik ezt a testvérek, hogy egy hitetlen embernek, meg egy hívő embernek azért micsoda különbség az, hogy ugye lehet érezni, valakinek elmegy a gyermeke Amerikába, és azt mondja, hogy soha többet nem jövök haza, nem találkozom. Ez milyen fájdalom, és milyen összetöltség. De ha ott van az, hogy te visszajövök, vagy találkozni fogunk, vagy te ki fogsz jönni hozzám, ez reményt ad. És a búcsú már is nem lesz olyan fájdalmas. És mi ebben hiszünk. És ez nem csak egy maszlag, egy szöveg. Hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk az ő feltámadásában. És ez kell, hogy meglátszódjon az életünkön. Nem élhetünk úgy, mint a hitetlenek. Igenis azt kell, hogy mondjam, jobbá kell válnunk, szentté kell válnunk, mert nekünk van reményünk, boldog emberekké kell válnunk. És akkor ránézek az emberek, akkor sokszor mondják, hogy nem látom rajta az örömet. Pedig ez számunkra öröm, ez a remény. A másik, ami engem mindig lélekben megnyugod egy temetésen, hogy találkozni fogunk, együtt leszünk. Nem reménytelen ez az elszakadás. Tudok érte jót tenni, találkozni fogunk. És a harmadik, amit nagyon szeretek, és erről ma olvastam, nem is egészen értettem vele egyet, hogy mi van azokkal az emberekkel, akikkel, amikor elmentek a más világba, akkor lehet, hogy éppen olyan érzés volt bennem, hogy nem szerettem úgy, ahogy kellett volna. Nagyon sokszor előfordul ez bennünk, mikor valaki eltávozik, hogy jobban is szerethettem volna, miért nem hívtam fel többször, és ostorozzuk magunkat. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. Úgy érzi, hogy már nem tudom jóvá tenni, hogy a kapcsolataimat elszúrtam, elrontottam. Ezért mindig mondom, ezt már sokszor beszéltem én erről, hogy amikor valakitől elbúcsúzok, kimegy a lakásból, őszintén csókoljam meg. Őszintén búcsúzzak el tőle szeretetben. Nem lehet senkire rácsapni az ajtót, mert azért ezt, hogyha nem jön vissza, mert Jóisten magához szólítja, nem tudjuk önmagunknak megbocsájtani. Nagyon nehéz. És egyszer arra gondoltam, hogy hát de azért lehet ezt rendezni. Lehet rendezni akkor, amikor az ember a másik eltávozik az örök életbe, az örök hazába, ahol már nincs többé fájdalomkönyv. Lehet rendezni ezt a talán elrontott, szeretetlen kapcsolatot. Arra gondoltam, hogy bocsánatot kell kérni tőle, hát úgy, mint itt is. Tudunk bocsánatot kérni egymásnak. És ő már nem tud mást csinálni, mint megbocsátani. Ő már mindenkit, aki egy elhunyt testvértől, anyukától, apukától, baráttól, szerelmétől, házastársától bocsánatot kér az itt a Földön elrontott dolgokért, ő nem tud más csinálni, mint azt mondja, hogy szeretlek téged, megbocsájtok neked. Ne hordozd ezt a fájdalmat. Nem akarom, hogy így éljél itt a Földön, hogy magadat ostorozod, hogy miért nem voltam jobb, miért nem szerettem jobban, miért nem hívtam fel többször. Imádkozz értem. Segíts nekem. Ez egy lélekben való kiengesztelődés. És akkor úgy tudunk itt a Földön is élni, hogy valóban, mint hogyha egymás kezét fognánk, kísérjük egymást. És nem a félelem van a szívünkben, nem a fájdalom, a szomorúság, hogy miért nem szerettem jobban,
hanem a kiengesztelődés. Nagy ajándék ez nekünk. Egészen másként gondolkodhatunk, és ez ajándék az Istentől. Aztán végezetül, hogy ne húzzam azért a beszédet, nagyon szeretem ezt a mai evangéliumot, amelyben azt mondja Jézus, hogy aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Gyönyörű mondat. És arra biztat bennünket, hogy áldozzunk. Tiszta szívvel mindig megáldozzunk. Az ő testét vegyünk. És akkor biztos, hogy a mennyországba kerülünk. Akkor önmagunk miatt nem kell aggódni. Ez számomra egy nagy ajándék megint csak. Tele vagyunk olyan ajándékokkal, és mi mennyiről nem beszéltünk, mennyiről fogunk még egyszer beszélni, de most láthattuk azért, a halottak napján is tudunk és merünk ajándékról beszélni. Mi keresztények merünk boldogságról beszélni. Örök életről. Örök boldogságról. Ez a mi nagy ajándékunk. Ezért a fájdalom mellett ott kell lenni mindig a hálának, és a Jóisten iránti még nagyobb szeretetnek. Ez a halottak napja buzdítson bennünket, indítson bennünket, mi nagyobb szeretetre az Isten felé, ne számon kérésre. Miért vetted el? Ne. Adj hálát a testvérért. Köszönd meg Istennek a feltámadást, köszönd meg Jézus Krisztust, köszönd meg azt, hogy van reményünk, van életünk. Amen. Isten fizessen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, támadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, elhunyt szeretteinkért, a hit jelével elköltözött keresztény testvéreinkért, és mindazokért, akiknek hitét egyedül Jóisten ismerte. Vedd föl, Urunk, elhunyt szüleinket, rokonainkat és barátainkat az égiek közösségében. Kérünk téged, hallgass minket. Fizess meg örök javakkal elhunyt lelkipásztorainknak, tanítóinknak és jótevőinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj örök békességet az igazságtalanság és a háborúk áldozatainak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Találjunk benned, Urunk, irgalmas bíránkra, ha magadhoz szólítasz bennünket a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg. Erősítsd meg lelkünkben a boldog feltámadás reménységét. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Jézus Krisztus, örök dicsőség királya, szabadíts ki minden elhunyt hívőt a tisztulás állapotából, a mennyei seregek vezére, Szent Mihály vezesse őket a világosság országába. Fogadd el könyörgésünket és engesztelő áldozatunkat, azokért, akikről ma emlékezünk. Részesítsd őket abban a dicsőséges életben, amelyet egykor választottaidnak ígértél, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Jézus, Madi, kérünk téged,
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd kegyesen adományainkat, Istenünk! Kérünk, vedd fel elhunyt gyermekeidet szent fiad dicsőségébe, akinek fölséges áldozata testvéri szeretetben kapcsol össze minket, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így, bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik. És amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet,
és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Bernát apáttal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedből költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Emlékezzél meg szolgáidról és szolgálóidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Minden elhunyt testvérünket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz a szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Jó Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért most mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjjön, csak egy szóval van.
Könyörögjünk. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy örök világosságod és békességed országába jussanak elhunyt gyermekeid, akikért ezt a húsvéti áldozatot bemutattuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az ünnepélyes áldás előtt majd mondjunk el egy Mi Atyánk üdvözlégyet, és a halottakért való imánkat, mindazokért, akiket ismertünk, akiket szerettünk, akik szebbé tették az életünket, egy hála jeléül imádkozzunk most. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényességét nekik. Nyugodjanak békességben. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, és egyszülött fiának feltámadása által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek. Amen. Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden megholt hívőt pedig vezessen a világosság és a béke országába. Amen. Adja meg, hogy Krisztussal együtt vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmisénk véget ért. Járjatok Krisztus szeretetével. Istenem.